Elkezdődött a hivatásos katonák autós oktatókká történő átképzése, akik néhány hónap múlva már vezetni taníthatják a végzős középiskolásokat. A szakoktatói képzésben a Magyar Honvédség állományába tartozó katonák vehetnek részt, amennyiben betöltötték 23. életévüket középiskolai érettségivel, valamint legalább 2 éve érvényes B-kategóriás vezetői engedéllyel és egészségügyi alkalmassági vizsgával rendelkeznek. Vilmányi Csaba autós iskola vezető szerint az idei év statisztikái alapján a tavalyihoz képest a diákok köréből 30-40%-kal kevesebben jelentkeztek jogosítvány megszerzésére, és egyelőre senki sem tudja, milyen hatással lesz az autós iskolákra az ingyenes gépjárművezető képzés elindulása. A mostani információk alapján az utolsó éves középiskolai hallgatók vehetnek részt a programban, és 1 éven belül be kell nekik fejezniük ezt a képzést, hiszen utána, ha nem fejezik be, automatikusan át kell, hogy kerüljenek a civil szférás képzésben, ha folytatni akarják, és mondjuk nem sikerült nekik akár a 30 órás képzésen, hiszen a képzésben 30 óra a kötelező oktatás, és ezt a 30 órát fogja támogatni a kormány ezzel a programmal. Utána, ha kikerül belőle, vagy már nem lesz jogosult a programban részt venni, akkor természetesen marad neki a mostani lehetőség, hogy a civil szférában lévő autós iskolák közül választ egyet, és ugyanúgy végig csinálja, vagy pedig folytatja az addig megszerzett teljesítménye alapján folytatja tovább a képzést, amikor már fizetni fog érte. A közelmúltban éves szinten közel 10 000 tanuló vezetőt iskoláztak be. Ez a szám szeptembertől jelentősen megnőhet, amely miatt nem csak a Magyar Honvédség segít be a tanfolyam lebonyolításába, hanem a középiskolák is, ahol az elméleti képzés, valamint a vizsgáztatás is zajlik majd. Ez eddig is úgy működött, hogy a képzés és a vizsgáztatás az 2 külön rendszerben működött. Tehát a tanuló, amikor elkezdte a jogosítvány megszerzését, akkor jelentkezett az autós iskolánál képzésre, ahol megkezdte az elméleti képzését, vagy tantermi, vagy pedig online e-learning képzés formájában. És utána, amikor elvégezte a tanfolyamot, akkor az autós iskola hatósági vizsgára bocsátotta, azaz a közlekedési hatóságnál kellett elméleti hatósági vizsgát tenniük. Ez most annyiban fog változni, hogy ugyanebben az online rendszerben fogják az elméleti képzést e-learning formájában megcsinálni, viszont a vizsgáztatás már az eddigi információk szerint nem hatósági vizsga lesz. Magyarul, ha a középiskolában megcsinálja a képzést, akkor ott a középiskolában, lehet, hogy a matematika teremben egy számítógép előtt fog vizsgát tenni, ami nem hatósági vizsga. Vilmányi Csaba szerint a B-kategóriás jogosítvány megszerzésére jelentkezők mintegy 60%-a a középiskolás diákok korosztályából került ki eddig, a maradék 40% pedig az ennél idősebbek közül. Ehhez több mint 3 000 oktatógépjármű állt eddig rendelkezésre Magyarországon. Azt egyelőre még nem tudni, hogy a Magyar Honvédség mekkora gépjármű állományt fog a tanulók rendelkezésére bocsátani, de Tuzson Bence igazságügyi miniszter bejelentése alapján az már biztos, hogy a KRESZ oktatás és az egészségügyi ismeretek bekerülnek a középiskolai tantervekbe.